Belső vizsgálat és rendőrségi nyomozás. Felfüggesztették azt a pedagógust, aki egy napokban megjelent videó felvételen bántalmazza egyik diákját az Évízben. Növekedett az energiafogyasztás, mintegy másfélszeresére nőtt a távhő felhasználása a nagy hideg miatt Nyíregyházán. Dávid naptár, számított az extrém hidegre Dávid Mihály nyíregyházi időjós, sőt előrejelzése szerint február 10-e körül még ettől is hidegebb lehet. Felfüggesztették azt a pedagógust, aki egy napokban megjelent videó felvételen bántalmazza egyik diákját, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum igazgatója. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A centrumhoz tartozó Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakgimnáziumban oktató férfi ellen belső vizsgálat indult, és a rendőrség is nyomoz kiskorú veszélyeztetése miatt. Még tanév elején készültek ezek a felvételek, ahol jól látható, hogy az egyik tanár többször is megüti a diákot, amiért nem lett kész időben a dolgozatával. A videó itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakgimnáziumban készült. A videót a bántalmazott diák egyik osztálytársa készítette, a pedagógus az Évízben tanított eddig, nemrégiben azonban felfüggesztették. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum megkeresésünkre írásban arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a tanár ellen belső vizsgálat indult és a rendőrség is nyomoz. Kiskorú veszélyeztetése büntet elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást a rendőrség, ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság erősítette meg. A személyiség fejlődés szempontjából a serdülőkor az egyik legfontosabb szakasz, közölte Figula Erika pszichológus, ezért lehet még súlyosabb következménye az ilyen bántalmazásoknak. Az éviszes diák a többi gyerek szemében is áldozattá válhat, tette hozzá a szakember. Ha a gyerek olyan személyiségű, akkor ez azt a következtetést, vagy azt a következményét is sohanhatja maga után, hogy például bűnbak képzés kialakul az osztályon belül, de én azért sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy egy óriási szorongás társulhat hozzá, ami utána akár iskolafóbiában is megjelenik. Különböző fizikai tünetek is társulhatnak hozzá. A felvételeken egykori éviszes diákok is meglepődtek, volt, aki közösségi oldalon is megosztotta a videót. A bejegyzés alatti kommentek alapján a verekedő pedagógus már több iskolában is taníthatott. Nem hiába rúgják ki minden suliból, ezt egy jelenlegi diák írta. A lelki és fizikai bántalmazás egyformán megterheli a tanulókat. A tanár-diák kapcsolatban egyszerűen nem elfogadható ez, sem úgy, hogy a tanár veri a diákot, sem úgy, hogy a diák veri a tanárt, mert ugye erre is van precedens, tehát egyáltalán nem, de ugyanolyan megterhelő, amikor lelkileg bántalmazzák, akár olyan formában, hogy a tanár megszégyeníti a gyereket, humorizál a másiknak a kárára, akár levegőnek nézi, és ezzel elősegíti a kirekesztést, vagy akár a teljesítmény helyett a személyiséget értékeli, mondjuk nem csinálja meg jól a házi feladatot, akkor azt mondom, hogy buta vagy. A vizsgálat idejére felfüggesztették a pedagógust, hogy végül visszatérhet majd az iskolába vagy sem, az az ellenőrzések és a rendőrségi nyomozás után derül ki. Mintegy másfélszeresére nőtt a távhő felhasználása a nagy hideg miatt Nyíregyházán. A szolgáltatásban nem voltak nagyobb problémák, kisebb meghibásodásokat kellett javítaniuk a szakembereknek. Az országos gáz- és áramhálózatban sem voltak nagyobb üzemzavarok, a földgázfogyasztás nem terheli meg a hálózatot, és a gázkészletek is elegendőek. Nyíregyházán csaknem 16 ezer lakás és 1000 közületi felhasználó kapcsolódik a távhőrendszerre. Az elmúlt napok rendkívüli hideg időjárása miatt nőtt a hőfelhasználás, a Nyír távhő adatai szerint Nyíregyházán egy átlagos januárban jellemzően 5000 gigazsúl körül alakul a hőfelhasználás. Az elmúlt egy-másfél hétben ennek az értéknek a másfélszeresét, 7500-8000 gigazsúlt használtak a fogyasztók. Nyíregyházán a külső hőmérséklet
hőmérséklet az elmúlt napokban, mínusz 10 fok alá esett ez a napi átlag hőmérséklet, és hát gyakorlatilag ezért a rendszer mondjuk, hogy maximális üzemállapoton járattuk. Ez azt jelenti, hogy ilyen 130 fokos előremenő vízhőmérséklet mellett láttuk el a várost. Probléma nem volt a szolgáltatásban, egyedi problémák voltak csak a lakóépületben, radiátorok légtelenítését kellett megoldanunk, radiátorszelepeket kellett javítanunk. Körzetekben nem volt probléma, hál' Istennek. Nyilván a következő napokban is tart még ez a hideg, úgyhogy megerősített létszámmal ellenőrizzük a vezetéket, hogy ne történjen, ne forduljon elő meghibásodás. Az igazgató elmondta, a hideg miatt a nyírtávhőhöz érkezett hibabejelentések száma megtöbbszöröződött egy átlagos naphoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos napon 10-15 meghibásodás van, most ennek a száma 30-nál több, ezért kollégáinkat ide irányítottuk erre a munkavégzésre, tehát most 6-8 páros járja a várost, és javítja el ezeket a fogyasztók által bejelentett hibákat. A lakossági gázfogyasztás is megnőtt az elmúlt napokban, ám a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal tájékoztatása szerint a hálózatot ez nem terhelte meg, és a gázkészletek is elegendőek. A földgázszállítónak az adatai szerint a csúcsfogyasztást, hogyha megnézzük, akkor a január 7-i napon 69 millió köbmétert fogyasztott el a lakosság. Csak tájékoztatóként egy régebbi téli adat, 2006. januárban ez 90 millió köbméter volt akkor a napi csúcsfogyasztás. Ezek az adatok a teljes hálózatot nem terhelik túl. A rendszer ennél sokkal több kapacitással rendelkezik, tehát e tekintetben sem kell aggódnunk, mint ahogy a földgáz ellátás tekintetében sem. A Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT tájékoztatása szerint az elmúlt hétvégén nem volt rekord közeli a villamosenergiaipari rendszer terhelése, a hideg ellenére nem volt üzemzavar a nagy feszültségű átviteli hálózaton, meghibásodások csak a kis feszültségű hálózatokon fordultak elő. Számított az extrém hidegre Dávid Mihály, nyíregyházi időjós. Sőt, előrejelzése szerint február 10-e körül még ettől is hidegebb lehet. A 2017-es Dávid naptárból kiderül, március végén a szokásosnál melegebb lesz. A nyárra viszont nem sok jóval kecsegtet. Kánikulára nem kell majd számítani, és úgy tűnik a csapadék is sok lesz a nyári időszakban. Több mint 5 napja tartósan mínusz 5 fok körül van a hőmérséklet napközben is Magyarországon. A megyében mínusz 20 Celsius fokot is mértek az alacsonyan fekvő területeken. Dávid Mihály számított az extrém hidegre, mindössze néhány napot tévedett, egy-két héttel későbbre várta. Az időjós szerint ezzel nincs vége a kemény fagyoknak. Ez az év furcsa lesz, egyrészt azzal, hogy még lesz ennél is hidegebb időszakunk február 10-e táján, majd március végén pedig lesz egy még a kedvezően is erősebb meleg, és viszonylag sok csapadék, az elmúlt évben viszonylag több csapadék. Az ilyen extrém időjárás, mint például a mínusz 20 fok körüli tartós hőmérséklet nem egyedi eset. Bizonyos időközönként előfordulnak kivételesen hideg és meleg hónapok. Ezek az extrém idők, ezek igen lassan, vagy ritkán fordulnak elő. 10 évenként való előfordulás nem a hidegre, hanem a váltásra inkább. A 10 évenkénti váltás az várható, és ezen kívül az extrém hidegek és extrém melegek azok ritkábbak, és azok úgy 30 évenként jönnek elő. Egy ilyen váltás van. A Dávid naptárt sokan használják a nyaralás tervezésekor. Az időjós azonban idén nem kecsegtet sok jóval. Előrejelzése szerint kánikulára nem kell majd számítani, és a csapadék is sok lesz a nyári időszakban. Elkészítette Magyarország hálapénz térképét a Jobbik. Ezen az látható, mely intézményekben fogadhatnak el az orvosok ilyen juttatást. A párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei elnöke tájékoztatóján kiemelte, a hálapénz mindaddig megmarad, amíg a betegek nem érzik azt, hogy anélkül is megkaphatják a megfelelő ellátást.
Adorján Béla úgy véli, nagyobb anyagi megbecsülés illetné az egészségügyben dolgozókat. A politikus hozzátette, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház vezetője úgy nyilatkozott, intézményeikben adható hálapénz. A Felsőszabolcsi Kórház nemleges választ adott a hálapénz adására és elfogadására. Ennek értelmében aki a Felsőszabolcsi Kórházban, tehát Kisvárdán hálapénzt ad, a mai jogtudásunk szerint büntetőjogi felelősséggel tartozik, amely esetenként, hogyha peres eljárásra kerül a sor, akár azt vonhatja maga után, hogy az adó és az elfogadó is akár 3 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. Felhívom a figyelmet, hogy ez nem törvényszerű, hanem ez egy lehetőség. Árokba csapódott egy terepjáró ma délelőtt Kálmánháza és Nyíregyháza között. Az autó vezetője feltehetően gyorsan hajtott, egy kanyarban ugyanis nem tudta uralni a járművet. A sofőrt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. 3 sérültek meg abban a balesetben, ami ma délelőtt történt a 4-es számú főútvonalon. Egy autós kocsisort előzött, amikor a sorból egy terepjáró hirtelen balra kanyarodott. Az ütközést már nem tudták elkerülni, mindkét járműből kórházba szállították az utasokat. Elkezdődött a határvadász képzés 3. üteme, a részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. 29 játékossal elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a kisvárdai futballcsapat. Az őszi keretből 3-an távoztak, új labdarúgó egyelőre nem érkezett az MB2 5. helyén álló együtteshez. A Kisvárda jövő hét végén a Nyírbátor ellen játsza az első edzőmeccsét. Győzelemmel kezdte az évet, egyben zárta a bajnokság első szakaszát a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 68-44-re verte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatát. Elkezdődött a határvadász képzés 3. üteme. 5 helyszínen összesen 148 növendék kezdte meg tanulmányait, közülük 43-an Nyírbátorban vesznek részt az elméleti és gyakorlati oktatáson. A képzést sikeresen teljesítők március 1-jével kerülhetnek a készenléti rendőrség hivatásos állományába, egyelőre próbaidőre. Elöljáró érkezik a megyei rendőrfőkapitányság Nyírbátori képzési központjába. Itt tartották a határvadász képzés 3. ütemének hivatalos tanévnyitó ünnepségét. A leendő határvadászok hangosan köszöntötték parancsnokukat. Jó napot kívánok! A képzésben már 874-en vesznek részt. Kettől pedig újabb 148 leendő határvadász kezdi meg a tanulmányait 5 helyszínen, Nyírbátorban, Debrecenben, Kiskunhalason, Pécsen és Remeteszőlősön. A rendőrség 3000 fős létszámfejlesztése érdekében meghirdetett határvadász képzés 3. üteme indult el. Ezúttal újabb 2 szakasz, összesen 43 fővel kezdte meg tanulmányait itt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság Nyírbátori objektumában. A 2 szakasz a rendvédelmi alapfeladatok modul elvégzése után vizsgát fog tenni, és eredményes vizsga esetén 2017. március 1-én a készenléti rendőrség hivatásos állományába fognak kerülni. Az őrjárőrtárs részt szakképesítést június 9-én szerezhetik meg a határvadászok, egy hónappal később pedig munkába állhat a januárban kezdett állomány. Gyermekkorom óta érdekelt ez a hivatás, és a családomban is van egy ilyen pályázat, aki erre a szakra képesített, és erre is lépett, és tovább is lépett, és gondoltam magamban, hogy érzek én is annyi hivatást magamban, és van erőt, és képzés, hogy végig tudom hajtani. És ha már erre léptem, úgy terveztem, hogy minél tovább feljebb, és lépek tovább, minél magasabb szintre. Az országos rendőrfőkapitányság tervei szerint a kihelyezett képzési helyek folyamatosan, felmenő rendszerben biztosítják majd a határvadász állományt a készenléti rendőrség részére. Huszonkilenc játékossal elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a kisvárdai futballcsapat. Az őszi keretből 3-an távoztak, új labdarúgó egyenlőre nem érkezett az NB2 5. helyén álló együtteshez. A Kisvárda a jövő hét végén a Nyírbátor ellen játssza az első edzőmeccsét.
Kellemesen harapós időben, mínusz 6 fokban tartotta az év első edzését a kisvárdai futballcsapat. Az ilyenkor hagyományos kétkapus játékhoz 29 futballista melegített be a műfüves pályán. Az őszi keretből hiányzott a távozó Miroslav Grumic, Kardos Norbert és Lengyel Béla. A fél éves nyírbátori kölcsönből visszatérő Kornyutyák Volodimir és a novemberben már a csapattal készülő Horváth Zoltán nem számít új játékosnak, az öt kárpátaljai fiatalnak pedig még meg kell győzni a szakmai stábot ahhoz, hogy Várdaimhez húzhasson. A játékosoknak a téli szünetben egyénre szabott edzésmunkát kellett végezniük. Elég jó állapotba jöttek vissza a srácok, ahogy láttam, a súlyméréssel kezdtük a mai napot. A heti programunk pedig két edzés lesz szerdán és pénteken, a többi napokon pedig egy-egy edzés. A következő héten két edzéssel folytatjuk, majd edzőmérkőzések következnek, illetve hát a edzőtábor Törökországban, Antalyán, ahol 4 mérkőzésre kerül sor lebonyolításra. Reméljük, hogy ezek jól fogják szolgálni a felkészülésünket, és eredményessé teszik a csapatjátékát is. Erős Gábor szerint előnyt jelent számukra, hogy minimális változás lesz a játékos keretben, így a csapatkapitány az őszinél is jobb tavaszi szereplésre számít. Nem szerepeltünk rosszul az ősszel, igaz, van egy pici rossz szájíz az utolsó mérkőzéssel kapcsolatosan, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy ott vagyunk az első ötben, és tényleg lövőtávon belül, hogyha mondhatom így, és hogyha azt gondolom, a sérült játékosaink felépülnek, és azok az játékosok utolérik magukat, akik most még egyelőre gyengébb állapotban vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon erős keretünk van. A szezon közben érkező Gosztonyi András első felkészülését kezdte kisvárdai játékosként. Az ősszel kulcsemberré váló támadó tavasszal sem szeretne adós maradni a gólokkal. Rúgtam 5 gólt, 12 meccset, azt gondolom, hogy az nem rossz mutató. Még több gólt szeretnék rúgni. Mielőtt jöttem volna, azt mondtam, hogy 8 góllal elégedett lennék egy szezonban, de így most már azt mondom, hogy 10 alatt nem szeretnék megállni. És mindenféleképpen a közös célunk pedig mindenféleképpen a feljutás. Horváth Zoltánnal fél plusz 2 éves szerződést kötött a klub. A támadó több mint 3 éve játszott magyar bajnoki mérkőzést, így elsősorban a lemaradását szeretné pótolni a 27 éves játékos. Én nagyon szeretném, ha a bajnokság kezdetére a legjobb állapotba tudnám hozni magam. Hát a 100% az csak megközelíthető lesz szerintem. A Kisvárda január 21-én szombaton játssza első felkészülési meccsét. Akkor hazai környezetben a Nyírbátor ellen lépnek pályára Erős Gáborék. Győzelemmel kezdte az évet, egyben zárta a bajnokság első szakaszát a nyíregyházi kossársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 68-44-re verte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatát. Az NKS pénteken a Debrecent fogadja. Papírforma győzelemnek ígérkezett, és papírforma győzelemmel is zárult az NKS budapesti vendégjátéka. A nyíregyháziak már az első negyedben 10 pontos előnyt szereztek a tabella hátsó régiójában szerénykedő egyetemisták ellen, amihez újabb 9-et tettek hozzá a második 10 percben. A folytatásban is uralták a mérkőzést a fiataloknak is sok játék lehetőséget biztosító vendégek, akik végül 24 pontos győzelemmel zárták a találkozót. Senki nem tudott úgy fölpörögni az ellenfél, se igazán úgy pörgött, a miénk is úgy jó, legyen meg a kötelező győzelem, körülbelül valami hasonló volt, ami végül is a pillanatokon belül vége volt a mérkőzésnek, tehát másfél óra alatt már lezuhanyoztunk, felöltöztünk és hazajöttünk, tehát az igazság, hogy ez egy ilyen mérkőzés volt, az ellenfél megpróbált különböző védekezési formákat, megpróbált zónázni egész pár támadás, de is nekem nem okozott gondot, sőt, ami biztató volt, hogy ugyan nem sok pontot dobtak a fiatalok, tehát a kadetsor, de az egész testtámadást azt egészen szépen megoldotta, és a videkezésben is ott voltak. Én azt mondom, hogy ez egy évelei szezonkezdeti mérkőzés, a kötelező győzelem megvolt, és körülbelül ennyi volt a mérkőzés lényege. Az NKS az alapszakasz második körének nyitányán pénteken a Debrecent fogadja. A nyíregyháziak eddigi egyetlen vereségüket a szomszédvár csapatától szenvedték el, amiért szeretnének visszavágni az azóta megerősödött riválisnak. Ők most teigazolták még a Vidapannát, ugye aki annak idején felnőtt válogatott volt, korosztályos válogatott volt, NB1-ben játszott, külföldön játszott. Na most meglátjuk, hogy az ő játéka milyen tekintetben és mit fog ezen a Debrecen lenni, tehát milyen irányba mentek el. Tehát Isten igazából ez egy megint egy új mérkőzés lesz, mert ilyen összetételben még soha nem játszottunk a Debrecen ellen. Meglátjuk, hogy mire leszünk képesek, mindent megteszünk a győzelem érdekében. Jó lenne, ha nem hazai pályán kapnánk ki.
Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 10 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-1-es mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát és a 8-3-mal álló Szegedet. A Debrecen eddigi 9 meccséből 6-ot nyert meg és 3-szor szenvedett vereséget. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Felfüggesztették azt a pedagógust, aki egy napokban megjelent videó felvételen bántalmazza egyik diákját, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum igazgatója. A centrumhoz tartozó Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakgimnáziumban oktató férfi ellen belső vizsgálat indult, és a rendőrség is nyomoz kiskorú veszélyeztetése miatt. Mintegy másfélszeresére nőtt a távhő felhasználása nagy hideg miatt Nyíregyházán. A szolgáltatásban nem voltak nagyobb problémák, kisebb meghibásodásokat kellett javítaniuk a szakembereknek. Az országos gáz- és áramhálózatban sem voltak nagyobb üzemzavarok. A földgáz fogyasztás nem terheli meg a hálózatot, és a gázkészletek is elegendőek. Számított az extrém idegre Dávid Mihály nyíregyházi időjós, sőt, előrejelzése szerint február 10-e körül még ettől is hidegebb lehet. A 2017-es Dávid naptárból kiderül, március végén a szokásosnál melegebb lesz, a nyárra viszont nem sok jóval kecsegtet. Kánikulára nem kell majd számítani, és úgy tűnik, a csapadék is sok lesz a nyári időszakban. A Kölcsei Televízió iradóját látták január 10-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Térségünk időjárását egy hideg légörvény alakítja, a kifejezetten csípős éjszakát fagyos nappal követi. Az éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, majd estétől erősen megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű. A délkeleti szél gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -23-15 fok között alakul. Holnap napközben csökken a felhőzet, majd délutántól többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A délkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra -4 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön, illetve pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és országszerte számítani lehet csapadékra. Az ország északkeleti harmadában a havazás lesz a jellemző. A hétvégén csökken a felhőzet, számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Fokozatosan melegszik az idő, a kemény éjszakai fagyok egyre inkább megszűnnek, a hétvégén napközben pedig már néhol kevéssel fagypont fölé emelkedhet a hőmérséklet.